Most két darab, 2 kilós kenyeret fogunk csinálni. Mint látjátok, épp tele van itt a hekkel. Nyilván a tisztára megmosjuk a kezünket. És 2 kiló fehérjét van benne, 2 kiló teljes kiöllés víz. Így lesz 2 darab 2 kilós kenyerünk, amiben benne van 4 csomag 7 grammos élesztő. És akkor most beleteszünk. Figyeljetek! Mindjárt kimondom a mennyiség. Később még lehet hozzá rakni, hogyha száraz lenne a tészta, vizet lekinteni hozzá, és készítődik kis tálkába a vizet. Akkor most összegyújjuk. És akkor még úgy ér, rakjunk bele figyeljetek most jön neki az íze ugye nem baj, hozok.
beleraktunk, összesen 8 evőkanáli só, és akkor minden benne van, most már kevergetjük. Nyígni. Jó, alaposan összekeverjük. Nagy csűrűsödjön. Már azért alakulgat. Na, alakulnak a kenyerek. Igen. A leendő kenyerek. Akarjuk, dolgozhatunk úgy is, hogy legyen kaparék. Majd meglátjuk, hogy nekem lesz-e. Lecsütünk lángost is. De addig gyúrjuk, amíg be nem gyúrjuk a lisztet, hogyha keményedik, akkor lehet vizet nyugodtan önteni hozzá. Akkor könnyebb is eldolgozni. De azért meg is kell, hogy tartsa magát a tészta. Mert ha megtartja, megbírja tartani magát, akkor az igazi. Mert amikor betesszük a sütőbe, akkor jó lesz. Idébb tereljék a lisztet. Most lehet önteni bele vizet. De maradék esetben ugye van, szépen eldolgozni. Bele alaposan.
tésztán halljátok. Látjátok ezt. Bizony. Gyönyörű, de bele kell minden lisztet dagasztani. Max legyen, mint lekapolni a tészta technifonára. Nézhetjük a jó oldalát, akkor nem csak kenyér lesz. Látom, ez egy kevés, amit lépünk a polnyát. Majd amikor négy kenyerettök, halljátok, tele lesz az egész. Mert ugye ennek, amikor meg kell, akkor ez komoly, nagy lesz duplája. Bizony. Akkor jó összekű kavarni vízzel. Most már komoly adag, az jó látható, nem kis adagról beszélünk. Na, ez például nálunk egy hétre elegendő kenyér. Ez a 4 kiló.
nézzétek meg ezt a tésztát. Ilyen igazi gyönyörű tésztát. Sehunse árulni se, sehunse nem árulna. Az a lényeg, ez házilag az igazi, az biztos. Ugyanaz. 4 kilós, de tudom, hogy annyi, és mégis nehéz. Nem így egyszerű. Na, van kaparék is. Kaparéknak való. Még majd lesz az több is, amikor majd hónap reggel főkehetjük. Tészta hozzá fog ragadni a tekne falához. Azt hát... ugye meg kell. Rendben van, eddig kész van a kenyértészta, hát ez már jó nagyra meg fog kenni, annak ellenére ugye ekkora, ugye, de most akkor szépen letakarjuk. Igen. Mondjuk érdemes lenne őket megvizezni, akkor nem szárad a tészta. Amikor kenyere megkértek. Na, sziasztok! Hagytok egy kicsit pihenni a kenyeret, nagyon kicsi időt, azt ugye jó alaposan összetörünk ennyi krumplit, főtt krumplit, jó puhára, ezt beledolgozzuk kenyértésztába. Alaposan, hogy mindenhova jusson. Úgyni. Aztán még rakhatunk a nagyobb konásót bele. Ennek látszik a krumpli állagán is, hogy tökéletes. Akkor most jó alapos. Eldolgozzuk. Úgyhogy azért nem maradjon. Teljesen eloszlatjuk.
tehát hogy alapos beledolgozzuk tésztába. Hát most már úgy jó. Tehát úgy nem tapod. Most van ugye az igazira kidolgozva. Természetesen még dagasztjuk, így ideig. Mert ugye szeretnénk, hogy jó alaposan el legyen dolgozva a krumpli ürében. És ezért meg kell dolgozni. De én manapság meg kell dolgozni. Régen is így mondtad. Még sok van benne. Kicsit kifordítjuk. Megformáljuk úgy alá, rakjuk úgy a szélit, úgy alá, betűrjük. No, azt mostan van most kész.
Még sincs, még kész. Majd leindulik, van benne a dinics. Majd utána leütődik. Most letakarjuk. Nedves, vagy a ruhába. Aztán holnap reggelig várunk be. Addig alszik. Na. Na, holnap reggel jelentkezik. Most akkor kenyeret sütjük, felébreztetjük. Na, gyönyörűen megkelt. Tisztánk. Látjátok? Milyen gyönyörű. És mekkora. Thank you.
Oké, akkor megcsináljuk a másik, azt is megformázzuk. Két a kettő kenyér, körülbelül egy forma. Nem tudok úgy kívánni velem, és ennyi napra rákérdezik. Körülbelül 2 kiló a mindeket. Gyuri megemeljük. És eltettük oda az oldalra, a kinyertettek nőni. Ott pedig jön a sütés. Itt az egyik. Akkor kikenjük a tepsiolját olívaolajjal. És belerakjuk szépen, behelyezzük a kinyert. Aztán bevágjuk. Hogy szép legyen. Másikat is ugyanígy megcsináljuk. Aztán sütjük a sütőben. 210 fokon. Felső fűtőszál, légkeverés. 210 fok. Előmelegített sütőben sütjük 40 percig alufóliával letakarva. 20 percig utána 5 percenként le kell megérted a vízzel, sütjük. Majd nem sokára mutatom a végeredményt is. Na sziasztok! Most akkor kaparékok hőszülni, és kannál segítségével főkaparjuk óvatosan a teknő a faláról. Thank you.
végút lehet már csinálni a végletén. Véletes, még a többit is megkaparjuk úgy. Főleg a legaljára szeret leragadni a tészta, mert onnan lehet gyöbbőven összegyűjteni a kaparékot. No, aztán itt az összes. Hát azt meg nem benne hagyjuk. Lisztezzük. Aztán úgy egy kicsit majd megtakarjuk. Semmi más nem kell vele csinálni. Most pedig sütjük kaparékba a lepényt. A lényeg, hogy jól megkapjon, akkor lesz finom. Na, majd mutatom ennek is az eredményt.